Hello, sziasztok! Megérkezett a második várva várt csomagom is. Engedelmetekkel kibontottam, mert valóban nagyon sokat bénáltok sajnos a bontással, éppen ezért nem húzom senkinek feleslegesen az idejét. Jó, ugye tegnapi nap folyamán megérkezett az első rendelésem, és a másodjára is leadtam egy másik rendelést, hogy ne maradjnak ki az életemben, hello, sziasztok, hogy ne maradjon ki a havi fogyasztásomból ugye ezek a termékek sem. És akkor megmutatom, hogy most mit is rendeltem, mi is érkezett. Elmaradhatatlan, még mindig ezt küldik nekem, már kezdem egy kicsikét unni, mert hogy örülnék más ajándéknak is, de hát azért ezt is nagyon-nagyon szeretem. Ugye ajándéknak mindig szoktam kapni egy limonzit, egy dékszínes ganodermás limoncellót, úgymond, limonádét. Szeretem, nem arról van szó, de azért örülnék egy másik ajándéknak is. Jó, megrendeltem ugye a fogkrémünket is, galodermás fogkrémünket, mert most már kezdett fogyóban lenni. Megmutatom nektek. Egyébként egy nagyon-nagyon gazdaságos kiszerelés, borzasztó nagy 150 g-os kiszerelés, és nekem egy ilyen fogkrém körülbelül egy ilyen, hát egy 3 hónapra biztos, hogy elegendő. Hozzáteszem, nagyon-nagyon sok jótékony hatással bír, mert hogy készítek el, hogyha ugye borotválkozom, és elvágom magam, akkor csak annyi, hogy bekenem, és a vérzést elállítja. Szóval nagyon-nagyon imádom. Ilyen szép barna színű ugye a ganodermától. És nagyon-nagyon jó illata is van, szóval nagyon-nagyon szeretem. Igazából eleinte, amikor kipróbáltam, ugye, és ezzel kezdtem el fogat mosni, akkor kicsikét furán volt az íze a ganoderma miatt, mert hogy ugye nem mentol ízű, hanem a ganoderma és a mentol keverékének az íze kombinációja, és ezért egy nagyon-nagyon kicsikét fura volt a normál fogkrém után ezzel mosni fogat, de hozzáteszem, sokkal a fehérebb a fogam, és egészségesebb, és hozzáteszem, hogy nem vérzik az ínyem. Ez is nagyon-nagyon fontos, szerintem. Nézzük a kávékat, nem esnek a kávék, nézzük. Erről beszéltem a tegnapi videómban, hogy megrendelek egy olyan kávét, ami még nekem nem a kedvencem, de szeretném, hogyha nekem is a kedvencemmé válna, ez a krém kávé. Kicsikét szerintem nagyobb volt az elvárásom a krém kávé iránt, hogy ami a nevében is benne van, hogy krémes a kávé. Ezek szerint én még krémesebben szeretem a kávét fogyasztani. Mutatom nektek. Ez egyébként valóban nagyon-nagyon finom. Aki kicsikét krémesebben szereti, még tehet bele tejport. Én ugye tejport fogok beletenni, vagy tehet bele akármilyen tejet. Hello, szia Zsuzsi! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Szia Noémi! Hú! Téged még nem is láttalak így az élő bejelentkezésem alkalmával. Üdvözöllek téged is! Szerintem az első olyan élő bejelentkezésemet kaptad el. Szerintem még nem is voltál itt élőben. Üdvözöllek téged! Jó! Ugye, ahogy mondtam nektek tegnap, megrendeltem 2 darab 50 g-os porváltozatú spirulinát. Egyébként ezt szoktam beletenni sékembe. Mindig viszek egyébként a munkahelyemre, én még azért napi 5 órában dolgozom, még nem tudok foglalkozni még a DX-ennel, de azon vagyok, hogy jövő ilyenkortól már csak a DX-en legyen az életemben. Nagyon-nagyon szeretem egyébként ezeket a termékeket, és mindenkinek tiszta szívemből tudom ajánlani. Nekem nagyon-nagyon minden szempontból megváltoztatták az életemet, és én úgy gondolom, hogyha nekem megváltoztatták az életemet minden szempontból, így mindenkinek meg fogják tudni változtatni. Azért is ajánlom egyébként mindenkinek tiszta szívemből. 50 g-os kiszerelés, eddig én a 120 darabos spirulinát vettem meg, de mivel mindenki, így a DX-es kollégáim, mindenki a zöld mixet issza, éppen ezért
most már én is átálltam. És ugye ilyet kaptam hozzá, de az igazság, hogy én a kisebbik kismérőkével jobban szeretem. Ez ilyen zöld színű, ugye látjátok, az alga. Több mint 30 jótékony hatással bír az emberi szervezetre, és én éppen ezért imádom oly nagyon. És hozzáteszem, hogy hogyha netalántán valahova megyek, és nincs elég időm enni, akkor ugye elviszem a zöld sékemet, és ugye iszom, és nem, úgymond az éhséget is elnyomja. Szóval mivel 30 féle jótékony hatással bír, így nem leszel éhes, mondhatni. Jó, megrendeltem a Makavita kávémat is, ez a személyes kedvenc kávém, mert benne megtalálható ugye a Ganoderma, a Maka és a Ginseng is. És éppen ezért szeretem oly nagyon. Ez a hármas erő. Biztos vagyok benne, hogy láttátok már, de akkor megmutatom nektek még egyszer, hogy milyen kiszerelésben van, mert még nekem ugye még van. Aranyszínű a tasakja. És ezt a hármas erőt, én egyébként így hívom, a hármas erőt én délután szoktam elfogyasztani. Lehet, hogy nem hiába van aranyszínűben, mert valóban nagyon-nagyon-nagyon jótékony hatással bír a szervezetre. Jó. Megrendeltem még a mushroom port is, ami az öreg és a fiatal ganodermát is tartalmazza. Egyébként ezt a mushroom port és a spirulinát szoktam beletenni a sékembe, és az elmaradhatatlan morinzi. Az előző, ja, de akkor meg is mutatom nektek, jó? A morinzit is, ez a 22 g-os kiszerelés, igen. És, na, és ezt most miért nem tudom kinyitni. És ezt is ugye bele szoktam tenni a sékembe mindenféleképpen. Most ennek nincsen, de barna színű, mint minden egyes Ganodermán, ugye? Por alapban van. És szerintem kaptam hozzá ilyen kis mérőkét. Ezt nagyon-nagyon szeretem egyébként a mushroom port, mivel hogy tartalmazza az öreg és a fiatal Ganodermát is, éppen ezért dupla erősségű az, amit kifejt hatás a szervezetben. És ugye, ahogy mondtam nektek az előző videómban is, megrendeltem még kettő morinzit, két 700 ml-es morinzit. Ezt most nem mondtam ki, mert egyébként az előző videómból már láthattátok, hogy milyen sűrű is a noni. Nem tudom, mennyire ismeritek a nonit, hogy mi mindent tud okozni az emberi szervezetbe. Azért megmutatom nektek. Ilyen nagy kiszerelésben van, és akkor mivel hogy a tegnapi csomagomban is érkezett kettő, meg még most is, én a sékembe ebből szoktam beletenni körülbelül 1 decit, a mushroom porból azzal a kis fél kupaknyit, ebből szoktam beletenni kis fél kupaknyit, és a spirulinából pedig egy teljes egész kupaknyit szoktam beletenni, ezt összesékelem, és ezt iszom egész nap, hogyha úgymond azt érzem, hogy valami kis boldogságra vágyom, vagy valami hiányérzetem van, akkor ezt szoktam elkortyolgatni egész nap. Szóval nagyon-nagyon szeretem, így összességében mindenkinek tudom ajánlani teljes szívemből ezeket a csodálatos termékeket, mert nem tudom, szerintem ennyi mindent rendeltem csak most. Igen. Ez azért tudom egyébként mindenkinek teljes szívemből ajánlani, mert nekem pajzsmegyerül termelésem volt. Én kétszer hisztam 30 kilót az elmúlt 7 év alatt, és köszönöm szépen, egyáltalán nincs szükségem a felesleges hízásokra. Jó, most is van egy picike hasamond, de az annak köszönhetem egyébként, hogy mivel ezek szuper élelmiszerek, és hogyha a legjobb érték ugye a még, és hogyha
Na, most itt mindenki, szóval elnézést kérek tőletek. Szóval, hogyha túlzásba visszük az élelmiszerek, a szuper élelmiszerek fogyasztását, és gondolok itt például, hogy a túlzásba viszünk valamilyen ételt, akár a rizst, akár a tésztát, akár a kenyeret, akkor természetesen hízunk tőle. Na most, mivel ezek szuper élelmiszerek és nem étrendkiegészítőkről beszélgetünk, éppen ezért ezt is túlzásba lehet vinni, sajnos. De szóval nem tehetek róla, én szerelmesen vagyok ezeknek a termékeknek, és minél többet és többet be akarok vinni a szervezetembe, éppen ezért sajnos a hastájékomon meglátszik, de ugye tornázom is, és ilyenek. Szóval egyszerűen, ha valaki belekóstol a jóba, azt már nem igazán szeretné alább adni, és én nagyon-nagyon szeretem a minőségi termékeket, a minőségi élelmiszereket, és nem csak a élelmiszerekben, nagyon-nagyon sok rétű életünkből ugye a minőséget nagyon-nagyon szeretem magaménak tudni, úgymond. És igen, nem igazán szeretnék lemondani most már ezekről a szuper élelmiszerekről. A gyógygombák és a spirulina az, ami kiteszi az egész életemet, mondhatom azt. És mindenkinek, hogyha lehetne, akkor becsempészném a mindennapjaiba, az életébe ezeket a szuper élelmiszereket, szuper gyógygombákat és a spirulinát. Ha bővebben szeretnétek értesülni, hogy melyik gyógygomba és a spirulina és még ugye a különböző gyógygombák milyen jótékony hatással bírnak a szervezetünkre, akkor látogassatok el a Catherine Gross DXN oldalamra és a Catherine Gross DXN YouTube csatornámon is. Nagyon-nagyon sok értékes videót feltöltöttem már, de egyébként én is állok a rendelkezésetekre természetesen, nyugodtan kérdeztek tőlem. Bizalommal folytok hozzám, és állok mindenki rendelkezésére. Legyen csodás az estétek! Sziasztok! És el is esik. Sziasztok! Na, nem tudom kikapcsolni. Nem tudok. Akkor még egyszer sziasztok. Nem tudom kikapcsolni, gyerek. Na, valami történt. Felnagyítottam. Nem tudom. Még mindig adásban vagyok, ezek szerint. Ugye még láttok? Hát én nem tudom, hogy mi történhetett. De... Na mindegy, akkor szerintem addig még nem tudom kikapcsolni, megmutatom nektek még egyszer, hogy miket rendeltem. Mert valami történhetett itt a tabletemmel. Zsuzsi, láttok még engem? Akkor ezek szerint láttok. Nem tudom, mi történt.